A leíró statisztikákon belül megismerkedtünk a gyakoriságadatokkal, a különböző elhelyezkedési mutatókkal és szóródási mutatókkal, úgyhogy ami vissza van igazából nekünk, az a minta eloszlásának leíró statisztikai jellemzői. Ezen belül is fogunk beszélni a ferdeségről, a minta ferdeségéről és csúcsosságáról, és megnézzük azt is, hogy hogy lehet ezt grafikusan megjeleníteni, például egy ilyen hisztogram segítségével. Megnézzük ezen kívül még a kúkúplotokat, majd később beszélünk róla, hogy mit jelentenek. Nem szeretnék nagyon sokat beszélni most erről a tananyag részről, hiszen lesz majd egy egész videó sorozat, ami a trubák feltételeinek ellenőrzésével lesz majd kapcsolatos, és ott a minták eloszlásáról bőven-bőven lesz majd szó a normalitás tesztelés kapcsán, úgyhogy most csak azt szeretném megmutatni, hogy ezeket a különböző leíró statisztikai mutatókat hol találjátok meg. Hát ugye ferdeség, a minta akkor ferde, hogyha nem szimmetrikus, azaz, hogyha az egyedek nagy része valamelyik oldalt helyezkedik el, és a másik oldalra pedig egy ilyen farok részt húz. Ez a farok rész, lehet a negatív oldalon, ekkor negatív ferdeségről beszélünk, illetve lehet a pozitív oldalon, ekkor pozitív ferdeségről beszélünk. A ferdeséghez tartozó mutatónak az értéke az mínusz plusz végtelenig bármi lehet, tehát egy mínusz végtelenes érték az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ferde, mintához fog tartozni, de gyakorlatilag a kutatások során ilyen mínusz háromnál és plusz háromnál szélsőségesebben ferde mintával elég ritkán lehet találkozni, illetve ha ilyennel találkoztok, akkor el kell gondolkozni rajta, hogy ezen érdemes valamilyen adattranszformációt végrehajtani és az adatokat úgy használni. Hát ezzel szemben a csúcsosság az ugye a harangörbe alakhoz képest vett ö, szóródását fogja megnézni majd a mintának, lehet az, hogy a harangörbéhez képest szűkebben vet az eloszlásunk, azaz az emberek az átlagköré jobban tömörülnek, mint ahogy azt a normál eloszlás esetén várnánk, Ekkora minta eloszlásának csúcsossága pozitív, vagy pedig lehet arról szó, hogy a személyek jobban szétszóródnak az átlagtól, távolabb helyezkednek el átlagosan, és ilyenkor pedig e, negatív csúcsosságról beszélünk. Ekkora e, minta e, eloszlásának alakja laposabb, mint amit a normál eloszlás esetén várunk. Hát nézzük, hogy hogyan lehet ezeket kikérni. Uh, JASP-ben. Ugye a BSC életértelmessége adatbázissal dolgozunk, ugye a skála típusú verziójával, ebben már nagyon sok adatfeldolgozást megcsináltunk, és miután leíró statisztikáról van szó, ezt a deskriptíven belül fogjátok megtalálni. Ha rákattintotok, akkor megnyit egy új deskriptív statisztikai beállítási fület, ugye már elég sok deskriptívet lekértünk korábban, és egész jól működött ez a kor adattal való munka, tehát ezt a kor változót rakjuk át ide a variables részre, és lehet látni itt fehérrel vett output részen, hogy rögtön meg is kaptuk a leíró statisztikákat a kor Alapvetően ilyen nagyon alap statisztikákat kapunk meg, mint hogy hány embernek van érték, ugye csak 23 fő, elég kicsi az adatbázisunk és ráadásul hiányzik is koradata sok személynek, átlagot, szórást, minimumot, maximumot. Az eloszláshoz tartozó mutatókat itt a statistics belül találjátok meg. Itt látjátok, hogy négy blokk van. A percentlisekhez tartozó blokk, a középérték mutatókhoz tartozó blokk, a szóródási mutatókhoz tartozó blokk, és akkor itt van ez a Distribution, a minta eloszlásához tartozó blokk. Itt lehet beállítani a SQNEST, illetve a kur. Ortózist. Itt lehet megtalálni a sapíróvél tesztet is, ami ugye azt fogja tesztelni, hogy vajon a mintánk eloszlása eltére a normál eloszlástól, de erről bőven fogunk beszélni akkor, amikor a parametrikusság feltételeiről beszélünk a videósorozatban. Megmutatnám még azt, hogy itt a plotcon belül találunk újat, hogy basic plots, és ezen belül a distribution plots, ezt, hogyha bepipáljátok, akkor a leíró statisztikai értékek mellé kapunk egy histogramot is a kor változónkhoz. Hát láthatjuk, hogy elég ö, lapos az eloszlás, azért olyan nagyon harangörbe alakott, normál eloszlásféle harangörbe alakot nem vesz fel, illetve azt is lehet látni, hogy van egy kis ferdeség benne, a több személy értéke helyezkedik el itt pozitív irányban, és egy ilyen enyhe farok részt húz negatív irányban. De hát összi 23 ember adata van ebben az adatbázisban, olyan nagyon normál eloszláshoz közeli bármi eloszlást azért nem várhatunk 23 fő adatánál. És akkor nézzük, hogy a megfigyeléseinket a leíró statisztikának a mutatói is e, alátámasztják-e. És igen, láthatjátok, hogy a skewness, a ferdeség értéke az egy -0,2 azaz egy icike picikét negatív irányban ferde a mintánk, itt van ugye ez a farok rész, és itt van egy icipicit több személyünk, azért lehet látni, hogy az érték az nullához elég közel van, ugye a nulla lenne az a teljesen szimmetrikus minta, úgyhogy ez a ferdeség nem egy vészesen nagy ferdeségnek tekinthető, illetve itt van a kurtózis, a csúcsossági értékünk, ami szintén negatív, mínusz 1,1, mi is megállapítottuk ugye azt, hogy a mintának az eloszlás az icike laposabnak laposabbnak tűnik, de azért ez az eltérés sem egy, egy szélsőségesen nagy eltérés a harangörbe alaktól, de hát tényleg, 23 főnél nem is nagyon várhatunk e, igazi harangörbe alakot kialakulni. Aztán nem fogunk róla most beszélni, mert bőven lesz időnk a parametrikusság esetén megtanulni majd a jelentését, csak szeretném megmutatni, hogy itt lehet a QQ plotokat is kikérni, amit majd kifejezetten a normalitás tesztelésnél fogunk e, használni.